Szeretettel köszöntök mindenkit, hogy kiadatúgy általános iskola, Tornaterem általános ünnepségén. Tisztelettel köszöntöm Horváth Tamás, Budapest 17. kerület Kárpos Mentek kormányzatának tanítványát. Tehát én azt szerettem volna egy most bemutatni, hogy egész folyamatát a dolognak, ahonnan mondtunk, itt van két felnőtt válogatott versenyző, aki itt ide járt az iskolába, innen indult az egész. És itt ezek a gyerekek itt az iskolába járnak, vívtak, vagy vívnak, illetve egy osztály, akit vív, ahol vívást tartok, és ezt egy ilyen rövid keretmetszet szeretném úgy bemutatni, hogy mi folyik itt az iskolában, és hogy esetleg a versenysportot hogy tudjuk aztán később támogatni. Mindamellett szerintem egy nagyon komplex a dolog, mert ezzel a sportpadlóval az iskola is rengeteget kamatoztatott. És akkor először tehát elkezdeném, tartok egy rövid keresztmetszetet azt a hívásolámból, amit szoktam neki tartani, és utána, amit délután az edzéseket tartok, illetve még a lányomnak, tennek is egy rövid hívását. Jó? Na, Még egyszer, kitörés egy,
Következő, ez a sor Sixnek kívás majd végre, a társ arra hagyta végre a kitörés nem vezényszóra. Egyelőre mi hagy, hogy eltalálja. Érthető? Sixnek kívás, egyelőszúrás, kitörés, ez hagyja végre. Lehet kezdeni. Úgy elemeli a fegyvert, ezt úgy hívjuk, hogy kézzel lehet, és elhagyja végre. Jó, megáll. Nagyszerű dolog, ha valami új születik, vagy valami megújul. Ezzel a gondolattal léptem az intézménybe, a Diadaluti Általános Iskolába, és örömmel tölt el, hogy itt állhatunk, a tornaterem felújított burkolatán. Öröm és egyben megnyugtató érzés számomra, hogy gyermekeink egy olyan korszerű felületen tornázhatnak, mely a sportmozgás fiziológiájához optimalizált, és a szakértők véleménye szerint sportáktól és a használatmódjától függetlenül minden szempontból eleget tesz az élettartam és az ellenálló képesség terén támasztott követelményeknek. Tömören fogalmazva, tartós, esztétikus megoldás. Nem kell magyarázni, mennyire fontos a mozgás, a sport a gyermekek életében, fejlődésében. Ebben a teremben pedig öröm lesz sportolni, öröm lesz edzeni. A terem vonalazása segíti az iskolában folyó vívás fakultációs oktatást és a Budapest Honvéd Sport Egyesület utánpótlás nevelés foglalkozásaihoz szükséges pást kijelölést. Így az idén hetedszerre megrendezésre kerülő Budapest Párbajtőr diákbajnokságra érkező, minden elvárásnak megfelelő, vívótermi hangulatú versenyhelyszínre léphetnek. Köszönöm a Magyar Vívószövetségnek és Rákosmente önkormányzatának, hogy együttműködésük eredményeként összesen 9 millió forint ráfordításával megvalósult a tornaterem padlójának felújítása, korszerűsítése. Kedves gyerekek, nagyon köszönöm, hogy ízelítőként megmutattátok nekünk ezen foglalkozás részletét. Tudomásom van róla és büszke vagyok rá, hogy az iskola képviseletében számos versenyen részt vesztek, nagyon szépen szerepeltek, figyelemre méltó helyezéseket szereztek az iskolátoknak, egyesületeknek, a Budapesti Honvédnak. Köszönöm Budai István tanáró szakmai munkáját, melyel a falak között felélesztette sportág lelkét, a tankerületi iskolák színes világát egy újabb egyéni színfolttal gazdagítja, és ezzel nem csak ennek az iskolának, de a kerület valamennyi a sport iránt érdeklődő diákjának az igényeit is szolgálja. Tankerületünk büszke arra, hogy a Magyar Vívószövetség e falak között több versenyt is rendez és támogatja ezt az iskolai törekvést. Az elkövetkezendő tanévekre további nagyon sok sikert kívánok mindenkinek. Köszönöm, hogy itt lehetünk. Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Azt hiszem, hogy inkább beszélni, mert egy gondolatom, hogy gyorsan megtapsolhatom Istent, segít a Mester Edzői cím megnyerésében. Nem hiszem. Gondolom, hogy most már lassan a
lehet, hogy nem több évtizedes munka az, amit itt az István elkezdett itt a párbajtör szakán tekintetében és a budapesti honvédnak a hát anyai, apai szeretetével. Én először is azon túlmenően, hogy megköszönöm az Istvánnak a kitartó munkáját és gyakorlatilag a válogatott versenyzőket nevel, szeretném megköszönni az önkormányzatnak a támogatását. És majd egy évvel ezelőtt ültünk itt és egyeztettünk, beszélgettünk arról, hogy van a kormányzat általi szándék, mely azt fogalmazza meg, hogy a sport az egy stratégiai ágazat. És mi is van a stratégiai ágazat, hogy a miniszterelnök úr 2012-ben aláírtunk egy olyanfajta szerződést, mely tartalmazza mind a sport szakmai, mind a sport létesítmény oldalról lévő igényeket. Amikor elkezdtünk a kollégákkal beszélgetni, és nyilván elsősorban mindig vívott el, meg gondolkodtunk, és eljutottunk már odáig, hogy bevezettük a mindnapos testnevelési keretében gyakorlatilag a vívó oktatást is, és gyakorlatilag azt mondtuk, hogy ha már ezt bevezettük, akkor nyilván kell egyfajta támogatást is mögé tenni, és talán nem titok, hogy Tapolcától egészen Budapestig, de Budapest egészen Debrecenig, vagy éppen Szegedig, több olyan intézményben, iskolában sikerült olyan megállapodásokat kötni, amely most azt mutatja, hogy kb. 114 helyen van ma az országban a vívás oktatása, most testnevelésen belül. Na most csak hogy a számokat tudjuk viszonyítani, 2012-től vagyok a Magyar Vívó Szövetség elnöke, akkor összesen 3 darab iskolával volt együttműködési megállapodás. Úgy gondolom, ez a két szám közötti különbség is azt mutatja, hogy egyrészt forrást tudtunk mellé tenni magának a programnak, másrészt pedig úgy gondolom, hogy a fiataloknak is tudtunk egy olyan sportágat kínálni, ami azt gondolom, hogy mindenféleképpen fontos, és ennek még egy jelentősége van, hisz a 12-es olimpia után elkezdtünk gondolkozni, hogy nyilván a különböző múltban azt mondták, hogy a nagymama, nagypapa, anyuka, apuka ugye levitte az olimpia után a kis csemetét vagy a fiatalat a vívóterembe, hogy esetleg vívják. És mi megfordítottuk ezt a gondolatot, azt mondtuk, hogy mi jöjjünk ki a vívóteremből, és mi jöjjünk be az iskolákba, mi kínáljunk valamit, és úgy gondolom, hogy talán révbe is ért már ez a dolog, bár természetesen szeretnénk mindig egy kicsivel többet. Ez talán a hétvégi kadett országos bajnokságnak is a tükrét mutatnám, ahol minden fegyvernembe, ami annyit jelent, hogy 3 fegyvernem, ugye fiú-lány összesen ahhoz 6, 30%-kal nőtt gyakorlatilag az indulók létszáma, ami úgy gondolom, hogy önmagáért beszél. De nem szeretném elvenni másoknak a kenyerét, úgyhogy szeretném elnök úrnak is megköszönni, és tankerült igazgatóasszonynak is megköszönni azt a munkát és azt a segítséget, amit nem csak a mi sportágunk kap, hanem eleve a sport kap. Mert én azt gondolom, hogy épp testben, épp lélek, és hogyha tudjuk azokat a körülményeket biztosítani a gyerekeknek, amely körülmények biztonságosan, de ugyanakkor célirányosan vezetik, irányítják a gyerekeket a sport irányába, akkor azt gondolom, hogy a társadalomnak egy olyan fajta jövő tükrét is tudjuk magunk elé tenni, amiből fakadóan én úgy gondolom, hogy a nemzet erősödhet későbbiekben. Úgyhogy köszönöm szépen a önkormányzatnak, elnök úrnak, azt, hogy a budapesti honvéd tovább is anyáskodva, tapáskodhat itt az iskola fölött, és ösztönöztem, talán nem tudok, ösztönöztem elnök urat, hogy más sportánk is esetleg kacsingasson az iskola irányába, ha már itt ilyen nagyon jó együttműködés megállapodás van, és hát külön köszönjük természetesen a tankerületnek is a támogatásokat. Köszönöm szépen. Akkor folytatnám én, önkormányzat részéről. Hát természetesen nagy öröm számunkra, hogy ez a mai bemutató így megtörténhetett, hiszen visszaemlékezve 2008-ban indult a együttműködési megállapodás, akkor írtuk alá először, mert ugye István, mint elmondta, korábban elkezdte már a vívás oktatást, de szervezett formájában talán 2008-ban tudtuk ezt deklarálni, és azért látható az évek elteltével már azért fejlődés szinte folyamatosnak mondható, és ahogy elnök úr is mondta, minélhető sportág kell, azért azt azért talán elmondhatjuk hozzá, ahhoz, hogy egy ilyen sportág egy iskolába le tudjon kerülni, ahhoz kell egy Budai István szakedző, aki ezt kezdeményezte, csinálja szívvel, lélekkel. Természetesen mi is mögé tudtunk állni a programnak, úgy elméletben, mint gyakorlatban is, tehát fizikai értelmében is, ugye anyagilag is megpróbáljuk támogatni az iskolában folyó képzést,
hiszen az elején nagyon nehezen indultunk, még pástok sem nagyon voltak, csak mobilok voltak, aztán jött ugye a találati jelzőknek a kiépítése, és aztán ugye a kormányzati elhatározásból és a szövetség támogatásával most ez a csodálatos szuperpadló, hogy talán így tudnám nevezni, hiszen az is elhangzott, hogy nem csak a vívásoktatásban, hanem a gyerekek mindennapi testnevelésében is ez óriási javulást jelez, hiszen a gyerekeknek a ízületeivel kapcsolatosan nagyon nagy pozitívum az, hogy nem egy kemény burkolaton, hanem most már egy rugalmas úgynevezett védő, talán lehetszett, hogy egy kicsit ilyen idővel a védő burkolatnak is nevezhető burkolaton tudják a napi testnevelési órákat is megtartani. Bízom abban, hogy ennek itt még nincs vége. Természetesen mi is továbbra is támogatjuk az iskolát, ugye az évenként megrendezett versenyeket is az önkormányzat teljes merszélséggel kiáll mellette, és bízunk abban, hogy a fejlődés itt nem áll meg, a jövő az mindig csak előre tekintő lehet. Úgyhogy köszönöm szépen ezt a mai bemutatót is, a lehetőséget, és az önkormányzat továbbra is kitart a vívásoktatás támogatásában. Csak néhány szót szeretnék igazából, mert annyira mindent elmondtak itt az előttem szólók, hogy igazából nekem csak személyes ügyítatása az, amit mondani szeretnék, nem akartam a Honvéd, mert nálunk egyértelműen az, hogy a vívás Budapesti Honvéd nagyon fontos sportág, minden alkalmat megadunk ahhoz, hogy ezt a sportágat bővíteni tudjuk, és nem csak a minőség, hanem a mennyiség, amiből majd később lehet minőség is, tehát nagyon sokan arra mennek rá, hogy már a minőséget próbálják, és a mennyiséget nem foglalkoznak. És hogyha ez így lenne, akkor most nem itt ülnénk, mert akkor csak az olimpikonokkal foglalkoznánk, és elfelejtenénk azt, hogy az olimpikonok akár is jöhetnek ki. És ahhoz pedig olyan emberek kellnek, mint István. Mindenki nagyon nagy szerződéseket szeretne aláírni, meg nagy csinálatával nagy bejelentéseket tenni, de azt is sokan elfelejtik, hogy a nagyon nagy dolgok pontosan innen indulnak. Hát a kicsik, mindig a kicsik kezdik el nagy dolgokat felépíteni, és végül ez az, ami igazán megszólítja az embereket, ami igazán megszólítja a sportágat, ami hosszú távon is eredményes, és nagyon sokáig fent tud maradni. Tehát ez az együttműködés, ez az a fajta munka, amit alulról kezdeményezve, hittel, alázattal, mellé áll az iskola, mellé áll a tankerület, mellé áll a vívószövetség, mellé áll egy egyesület, mellé áll az önkormányzat. Tehát ezek azok a feladatok, amiben munkát kell tenni, és mindig ezeknél a feladatoknál ülnek azok az emberek ott az asztán, akik hajlandóak is érte tenni. Tehát én ezt szeretném megköszönni mindenkinek, hogy itt lehetünk, hogy az, hogy az iskola tematikusan kiválasztotta a vívást, az, hogy döntött egyáltalán egy sportágnak, mert ez nagyon fontos. Tehát, hogy nem vacilálni sok sportág, és ha az egy, akkor melyik, hanem van egy döntés, született egy döntés, elindult ezen az úton. Mi, mint Budapesti Honvéd sportérsőt pedig profitálunk ebből, ugye rengeteg érmes versenyző, RVV-es utánpótlás kuró versenyző jött ki, válogatottakat adtak már, tehát ez nem csak önmagában egy siker már most, hanem abszolút egy példaértékű dolog, aminek mi nagy büszkén vagyunk, és hát vélhetőleg mi sokáig lehetünk a mentorai ennek a fajta együttműködésnek, és csak köszönetet mondhatok én is, akár mint a Budapesti Honvéd ügyvezetője, de akár mint Gergely István volt sportoló is, hogy bravo, és hogy ez így nagyon rendben, és ez nagyon tetszik, és ez tényleg nagyon jó utam. Úgyhogy köszönöm szépen mindenek, mindenek azt a matítőt. Én pedig kihasználva a zárszót, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek, és a támogatói nyilatkozatokat aláírják, és innen ettől az asztaltól szólok mindenkihez, akit érint és érdekel a dolog, hogy 7. alkalommal fogjuk megrendezni a Budapest diák párbajtőr bajnokságunkat, amelyre hát már az ország minden részéről jelentkeznek és neveznek, és reméljük, hogy az idén is jó hangulatú verseny lesz. Köszönöm szépen!